kötképződés a lombikban. A lombikba vizet töltöttem, tulajdonképpen ledugóztam, a dugóba 3 mm-es vastagságú rést nyitottam, beleszúrtam egy szívószálat, és melegítem a lombikban lévő vizet. A következőt kell majd látni, hogy a lombikban lévő levegő az távozni fog a nyíláson keresztül, és a levegő helyére vízgőz kerül. Megszüntetem a melegítést, és a lombik felső részét pedig hideg vízzel lehűtöm. És a lombikban a lehűlő vízgő, a lehűlő levegő a nagy vízgőztartalom miatt telítetté válik, és kicsapódik, és kötképződik. És itt lehet látni, hogy bepárásodik a lombik belső része a kötképződés miatt.